Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7, Martial Law. Szóval András, mi a helyzet? Hogy vagy? Szép estét! Mi a helyzet? Minden oké is? Csak a szoki? Még megpróbálunk felmenni Tekken Gátba. Elég nehéz lesz, de megnézzük, hogy megy. Meg vagyok én is, onnan fellők, onnan izgalmak közepette vagyok, aztán megpróbálom a legnagyobb rankot elérni. Ha már ezen a játékon nőttem fel. Megnézzük próba streambe, hogy nem akad-e, hogy tudom egyáltalán streamálni. Round 1. Fight. Aha, picit lagol, leszerem egyenlőre full lovra. Az baj, ki kell menüzzek. Jaj, elég király. Welcome to the King of Iron Fist, Martial Law. Na nézzük, most akadni fog-e, ha igen, akkor lesz egy full lovra, és megnézzük majd úgyis. Na, 90 feliratkozó zsír. Közben majd kérnék egy visszajelzést, hogy akad-e. Na, nem akad királyság. Jaj, ez elég erős, CV rangban. Ne, és buktunk a rangunkból, basszus. Minusz 45. A Vanquisher az nagyon nehéz amúgy elérni ezt a rangot. Juggernautba szopok. Jaj, ő a mainem, igen. Amúgy most kezdtem, ma lett meg a játék. Jó, mondjuk Tekkenen nőttem fel. De figyelj, elmondom a rangokat. És
Sőt, nem is mondom a rangokat, inkább úgy mondom, hogy várj csak 4-8-12, 4-8-12, 26 rang van, 26. rang a Tekken God, de előtte még vannak felvezető ilyen kis helyezések, az Lófityi. És a negyedik rangnál vagyok még csak, tehát messze van még az a Tekken God. Tehát én most Juggernaut vagyok és a Vanquisherért próbálok most harcolni, és rohadt nehéz. Jó, mondjuk nézzük úgy, hogy ez a csávó, aki ellen most játszok, ennek 400 vinnye van, nekem meg 40 valamennyi. Szóval, és ugyanazon a rangon vagyunk, ő egyel jobb. Úgyhogy, na most szétverjük őt. Kérünk tőle egy visszavágót. Ami a legnagyobb eddig az 50 win streak-em volt, de hát itt már egyre feljebb megyek, egyre nehezebb amúgy. És punettáztuk. Ájjájjáj. Let's go, kaptunk is 1200 pontot. Előbb vesztettünk 40-et, azt 1200-ot visszakaptam. Thank you, thank you. Na nézzük a kövi emberkét. Oh, shish. Let's go. Round 2. Fight. KO. Hát ezt szétgyaktuk. És 1900-ot kaptunk megint. Na, meg lesz az a Vanquisher rang vajon? Szava, Erik, azt hiszem, ugye? Ha jól emlékszem. Mi a helyzet, hogy vagy? Szép estét. Non c'è spazio per i dilettanti. Round 1. Fight. Let's go, be is adtuk a kombót. Na, most értél haza suliba?
Az igen, jó sokáig voltál bent. Na srácok, már nem vagyunk messze a Vanquishertől. Meg lesz olyan? Vagy lose streaket kapunk mindjárt. Tekken 5-be voltam amúgy Tekken God rang előtt, de remélem itt is elérem. Ez egyel előtte vagyok rangba viszont. Ő is kapta. Ami az a vicces, hogy ennek is 480 vinnye volt. Amúgy a vineket az életerő alatt látjátok egy pillanatra, amikor elkezdődik a meccs, akkor ott ír két számot mindkét oldalt, na azok a vinek száma. És akkor úgy tudjátok, hogy mi a helyzet. Ó, Turbo Battle, az Reflex Speed. Let's go, elvertük őt is. Na, már nem kell, de tényleg nem kell sok már a promóhoz. És mi meséltek, mi a helyzet, srácok? Mit nyomtatok, játszottatok ma? Kíváncsi vagyok, ez a Tekken mennyire fog tetszeni, már ezt beszeretném iktatni azért a csatornára. Csak az a baj, hogy kontrollerre nehéz, mert ugye oldal, egeren van a mikrofonom oldalgombon. Aztán picit nehéz beszélni és megjátszani is, úgyhogy lehet majd Tekkennél kiszerem a nyomógombot. Na, olvastál és mi jót? Ó, és itt a promó meccsünk, srácok! Első meg is van. Round two. Fight. Nah, fuck. És ott is van, srácok, megvan a promónk. Let's go, meg is van a Vanquisher. Bibit szeretik? Na, azt mondjuk nem ismerem, az miről szól, vagy mit tud?
Let's go, Vanquisherek vagyunk, srácok. 5. rangot elértük a 12-vel. Köszi a GG-ket. Én beszéltem amúgy haverral, és ilyen 70 win környékén mozgok, és ilyen 500-600 winesek ellen vagyok, aztán mondta, hogy hát egy új csillag születhet akkor. Mert az ilyen kevés winnel, ilyen nagy rangon nem szoktak lenni, mint én. Tehát mondtam, hogy ezen nőttem fel, tehát Tekken 3-4-5 az alap dolog volt az életemben. Úgyhogy most így a hét megszerzése után nagyon király a dolog. Na, a családi mesen? Na, fasza. Megküldjük tovább. Na most elméletileg a Destroyer rangért fogunk küzdeni. Így 1200 pontot kaptunk is, gondolom, a win streak miatt. Lassan Destroyerek leszünk. Sejtelte egy lány összetársad? Na, helyes, csibészkedünk. Barát vagy több, mint barát? Vagy egyenlőre még csak alakul. Vagy lehet, hogy tévedek, aztán csak szimpla barát. Na, csak barát, hát igazából az is jó. Szerinted? már rosszul kezdődik. Mondd meg neki szívesen lekerizedőt Super Anime Royale-ba. Biztos tetszene neki a dolog. Tegnap Super Anime állasztom így visszatérve. Éjszaka. Nyomtam egy kis streamer innyót róla. Hát elég jók voltak amúgy. Nyertünk egy csomót, megadtunk is egy victoryt egy emberkének. De jó, majd az is lesz. Ó, oh, double damage battle, na ezt nem szeressük. Szava Meninda, mi a helyzet? Hogy vagy? Szép estét!
Na hát igen, ennyi az a double damage. A double damage-et általában azt nyeri meg, aki tud kombózni, aki egyből találatot ér. Jól vagy? Na, helyes, örülök neki. Meghasítunk nagyon a Destroyer rank felé. Meg kéne szerezni minél hamarabb. Tudjunk haladni a kövihez. Remélem a Tekken Godot el tudom érni. Mekkora lenne így élő adásba elérni. Hát mondjuk valószínűleg már nem fogjuk elérni, mert előtte még van egy jó pár rang. Ú, de komolyan nézel ki, Pali. Mortal Kombat-szerű, aha, a Tekken 7 ez. Jaj, ezen nőttem fel, aztán mondom, szerencsét próbálok már, hát ha még adja a dolog, de ezek szerint még adja. Pont ő volt a mainem, Hoarang, meg Steve. Hogyha valakinek esetleg mond valamit és ismeri a játékot. Na, kaptunk 15 000 lóvét. Hát, ahhoz képest, hogy ma kezdtem a gémet és nehéz pénzt szerezni, már 10 milliót sikerült kifarmolnom. Ó, promo meccsünk van, srácok! Destroyerbe. Nice, első meg is van. És meg is van, srácok, Destroyerek lettünk hivatalosan is. Köszönöm szépen a jó kívánságodat, Melin, de hát reméljük összejön a dolog. Na hát a következő rangunk elméletileg a Savior lesz. Köszi a GG-t, köszi. Wow, hogy néz ki, Bob? Na, jaj, már csak 10 kell. Hát ahhoz képest, hogy egy ranggal előttünk volt Savior-be, hát azt konkrétan majdnem perfektre vártuk őt. Kapjuk itt a lila itemeket közbe. Hát nem igazi playerek, inkább úgy mondanám, hogy igazi playerek által elért helyezések, és nem mindjárt mondom, pillanat.
Na szóval ezt playerek kreálták, és playerek érték el ezeket a karaktereket, és ezek most bot formájában, a legerősebb bot formájában elérhetőek. Tehát ez olyan, mintha online játszanál, de mégse. Tehát most nem fog gondolkozni, hogy most mit üssi, hanem a legtöbb aktív ütéseit és kombóit játssz el ugyanúgy a karakter, és ugye általában ügyesebbek a botok, mint az emberek. Szóval, ja, lényegében olyan, mintha ember ellen játszanál, csak picit erősebb a dolog. Ott a Tekken God szinten már valószínűleg ilyen one trick mesterek lesznek, akik ilyen egy kombóval ki fognak végezni, de kiderül. Tehát, hogyha meg is nézitek, ott van ugye a nevem bal felül, hogy Bobby. Na ott a kör elején ott írni szokta, hogy mennyi vinem van, és így ő mennyi vin alatt szerezte meg ezt a rangot. És ugye hát látjátok, hogy nem a botnak a neve van, hanem hogy Iron G. Tehát, vagy Iron G, nem tudom, hogy van most hirtelen. Mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát ez az ő karakter, ezt ő csinálta. És hát 400 vin alatt ért el ide, ami szerintem picit azért elkeserítő, mert én 75 vinnel, 80 vinnel vagyok itt körülbelül Destroyer rangba. Szava Kevin, mi a helyzet? Szép estét, hogy vagy? Mizumuzu. Not volt, ha láthattátok, 479 vinja van ennek a srácnak, nekem 79 van jelenleg. Hú, de komoly! Jézusom! Jó vagyok, köszi szépen, minden fasza. Rangáppolunk ezerrel, amennyire csak tudunk. Tekken Godra ráhajtunk. Aztán, hogyha Tekken Godot elérjük, megyünk normál playerek ellen. Szétverjük őket. Megpróbáljuk kihozni a legjobbat a dologból. De ha esetleg valakinek van Tekken 7-es karja, és úgy véli, hogy el tud engem verni, akkor az fel tudja tölteni a karakterét a felhőbe, a Tekken felhőbe, és akkor tudok ellene játszani a karakter ellen már, mint így írta. No, és beadta a kombóját. Let's go, és megnyertük, nagyon jó, hamarosan a Savior rangot, ez amúgy megizasztott ez a gyerek. Ha játszanak -e még ezzel normál playerek, hogy a viharban a haver versenyszinten űzi, és nyeri a kupákat folyamat, rengetegen játszanak, hát jó, nem rengetegen, de nagyon-nagyon sokan játszanak, inkább az OG playerek tekkeneznek a mai napig.
Tehát új playereket nem nagyon látni. Tehát hogyha nem ismered a játékot és nem vagy benne jártas, akkor valószínűleg vért fogsz izzadni ahhoz, hogy rank up-olj. Igen, ez Steam-es játék, Steam-on meg. Na, köszi. Úristen, Kozax 3, pont a napokban szemeztem vele, mert én amúgy Age of 4 ranked ezek streamen kívül, és Diamond 3 vagyok ott. De gondolkoztam egy kis kozákon, azt tudnám szerintem streamelni, és lehetne abból nézői game, esetleg ilyen ultra kemény botok ellen. Kevin, most adtál egy jó ötletet. Na, hasítsunk közbe. Majd megkérem haverom kariát, hogy töltse fel a kariát, hát azt valószínűleg nem fogjuk elverni. Mindjárt mondom. Szóval azt nem fogjuk elverni, mert neki 20-valahány ezer vinje van, és tekkengad. Na, lassan promónk van, srácok. Győztél-e már Very Hard-ot? Na, zsír. Üzenet vissza van, hát azt miért? Mégse győzted le? Átvertél minket? Figyelj, igazából nyomhatnánk kozák streamet majd valamelyik nap aztán. Legyőzt egy Very Hard-ot. Na hát majd... Ó, promotionunk van és Haze Battle, ne! Hát az el fogja kenni a szánkat szerintem. Na jó, final round, gyerünk. És meglett a rangunk, srácok, Xavier-t el is értük, nagyon jó. Szavaszaverik, jó játszit, aztán köszi, hogy benéztél, legyen szép estéd. Aztán nyerjé sokat. És neked is, Kevin, szintén, neked is jó gamaszkózás szintén. Aztán nyerjé te is sokat. Megpróbálunk minél feljebb mászni. Köszi. Milyen kontrollára játszom? Xbox 3, sőt, nem is 360-as, Xbox One kontrollára játszom. Ja, általában PS kontival szokták nyomni, de most jelenleg ez van nekem, csak itthon. Viszont elég jók vagyunk, 17 win streakünk van eddig. Fight.
Nagyon jó, át is léptük a Savior felé, szóval Overlord rank felé hasítunk ezerre. Let's go, let's go. Az kapott egy giga shotot. Remélem azért ez megvan, srácok, hogy ennek 917 winja volt, és Overlordban van. Hát ez elég gagyi volt ez az ember. Már a bocsánat. Hát azért pro nem vagyok, de köszi. Hát 90 winnel vagyok, vagyis hát mindjárt kiderül, mindjárt írja majd a életcsíkom alatt, hogy mennyi winem van. 85, neki meg 1000. Azért ezt kivégeztük. Let's go, mindjárt Overlordok vagyunk, srácok. Ő pedig az volt, 1000 winnel. Jelenleg csak ezzel a karival van amúgy winem. Talán Steve-vel van még két winem, de hát ő a main karim, ugye a Marshall-lal. Ez a karakterem ugye egy hölgyemény karaktere, ismerem személyesen. Csak azt nem értem, hogy miért ezt a karakterét adta be, nem is ilyen mainje. Tehát látszod ott is, hogy 970 winnel eléggé stackolt rangom van. Kapjuk ezeket a haszontalan itemeket. Szerintem ahogy kiír ez a karakterem, az elég jó. Szerintem nem nagyon sokat kell rajta változtassak. Nagyon királyú megcsináltam, nekem nagyon tetszik a karakterem. Ritka. Mert nem mindenhol tudom ilyen jól megcsinálni, hogy tetszen is. Round 1. Fight.
Igen, most az a challenge amúgy, hogy csak levegőbe tudunk sebződni. És meg is van. Szerintem most promóba is vagyunk viszont. Gyerünk, írsz ki, létszi, a promóba vagyok. Létszi. Létszi, hát promózzak. Létszi. Ott is van. Let's go, promó. Thank you a GG-t, thank you. És ma megint bekombózik. És jáver egy HP-val, ne! Jó, és meg lett a promó, let's go! Csak is előre, srácok, csak is előre. Hoppá, viszont ha most nyerünk, és bepromózunk, ez már új ág lesz, már geniuszok leszünk. Na jó, megérdemelem a genius rangot. Azt mondod, András, köszi a visszajelzést. reméljük, amúgy genius ágon még nem voltam talán. A genius ág az új, az a Tekken 7-es content, azt viszont tudom. De jól nézett ki! Round two. Fight.
is van, levertük Yoshimitsu-t is. Oh, én nem is Genius, Gambu lesz az ág. Hoppá, az még újabb. Meg kell lenni a Gambu ágnak, srácok, nincs mese. Nagyon-nagyon kell ez nekünk. És megint ellene harcolok. Kapta. Round 2. Fight. Let's go, nem kell már sok a Gambuhoz. Valószínűleg azért kaptuk be ugyanúgy őt, mivel ő volt az adott legnagyobb rangban. Tehát ő a legjobb ebben a rangban, és hát folyamat jött. Oh, double damage, fuck. Csak jelezném, hogy perfectre vertem egy olyan embert, aki 4 ranggal előttem van. Oké. Tehát ezt megnyerni azért a wow. 118 ezeret kaptunk is érte. Hát nem csodálom, hogy megkaptuk a legjobb prémládákat, tehát ez elég erősnek számított volna, mivel nagyon-nagyon rang. Ez már a Gambu feletti rangba volt. Tessék, ez is egy Gambu rangos csávó, vágó. 900 winna! Hát azt benéztük. De azért kivégeztük az öcsköst. Gyere rám, Gamburang. Az Harry Potterből voltak alap? No double damage, remélem ez is vagy ott 17 danás, hát ez 2 rankkal gyengébb. És elver, nem kellett volna kombót nyomjak. Az második körben meg perfektre elverem, vagy harmadikban.
Ez is valami komolyabb tag lehetett, mert itt is kaptunk két prémládát, meg egy tonna lóvét. Szóval ennél is volt valami high loot. Ó, de nem szeretek ellene játszani, ő nagyon erős. Ajajajaj. Round 2. Fight. Gyerünk, let's go, nem kaphatunk ki. Ott is van, és ha minden igaz, akkor jön a promónk. Na szerintetek promó lesz? Ó, yes! Ó, és low állam megint. Jó, első kör megvan, let's go! Ott is van, srácok, gambuk vagyunk! Megvan a gambuág! Yeah! Exotic láda. Meg is kaptuk a Jack-O-Lantern Halloween-i itemet. Hú, sucakúta, ma még el kéne érni, ez ennek az ágnak a vége. Nagyon jó, Gambu, már megyünk is a Bajakko rank felé. Na jó, nem talál ellenfelet. Csak meg kellett szólalni.
De most, hogyha meg is nézitek, akkor itt már nem 900, itt már 3-400 vinesek ellen játszunk, szóval ők már egyre jobbak. Tehát látszik, hogy megyünk egyre feljebb rangnál. És jó, mert minél nagyobb win streakbe leszek, annál többször is lóvét fogok kapni. És megint ugyanúgy ellene játszunk. Ennek a Kumának valószínűleg most szétkúrtuk az MMR-jét, meg a promóját, mivel kétszer kaptuk be egymás után, két szinttel van lejjebb, mint én, szóval nagy valószínűséggel nagy volt az MMR-je, hogy engem húzott be. Úgyhogy valószínűleg a karaktere nem fog örülni, hogy most kiesett promóból. De nem baj, nekünk ez csak jó, kétszer elvertük egymás után. Most nagyon nem örül nekünk szerintem. És megint itt van ő is. Na ez viszont már feljött 20-dik. Wow, hát ez még 18. dembe volt, most meg már gambus ez is, wow. Fú, már megijedtem, hogy elveszítjük. Hát az előbb ne... Ó, 1900 pontot kaptunk érte, ennek nagyon-nagyon nagy izéje volt. Win streakje. Ez ő picit megizasztott, maradjunk annyiban. Wow, speciál meccs. Óha! Itt vagy komoly loot eshet, vagy rohadt sok MMR-t kaphatunk, mivel ez a karakter elméletileg speciált, hogyha jól tudom, akkor 50 és 100-as win streakje van huzamba. Szóval ez egy elég komoly meccs lesz valószínűleg. Ó, anyát, hogy néz ki. Jó, első kör megvan. Jó, és meg vagyunk, let's go. 1900, ezért kaptunk. Na és milyen láda jön? Arany. Ó, prizmatik! Anyád, de jól néz ki!
Jó, hát attól kaptunk egy elég komoly outfitet, rohadt sok lóvét, meg rohadt sok MMR-t, úgyhogy ez nagyon jó hír nekünk most. Seir Jurang, mit keres itt? És rácok, báj, akkor promoljön! Azt hiszem, legalábbis. 8000 lóvé, ez csak faláda az, lófütyi. Köszi, köszi. Na hát, ez komoly promó lesz talán. Kíváncsi csak, hogy ki fog kijutni engem win streakba. Remélem nem ő. Jó, let's go, első kör megvan. Ott is van, és meg is van a promónk, srácok. Bye, akkor. Na és most fogunk a Seir Juranghoz közeledni. Általában bejönnek a kombóim elég jól. Hát, amúgy, igen, anime kategóriába sorolnám amúgy ezt a gémet. Tehát már csak a csajokból is kiindulva, de mondjuk ennyire anime is nem volt régen. Úgyhogy lehet, hogy ez csak így a mostani hype miatt jött annak idején. Ó, Mikulás ellen harcunk, double damage-je a srácok. Ja, hogy ő bájakkós. Aha. Prizmatik lád, ez is win streakbe volt, lol.
Hú, nagyon izgulok amúgy, nem akarok kiesni win streakből, na jó, ott megyünk most. És megint ő! Olvasom, hallod, jött egy jó összes, inkább 3 hete is már most van barátnője, de egy nagyon pofátlány lány, ez fura. Wow, azt mondja, komoly. Hát most na, szerelem első látásra, vagy hogy mondják ezt. Bár engem most jó nagy ívbe kerüljön el a szerelem, engem most nem, nem érdekel a dolog. Ne, és kiüt. Ó, azt hittem ki leszünk ütve. Nagyon jó, és elméletileg promóba is leszünk. Thank you a gégét. Hát, meg még rá is érsz vele igazából. Na jó, double damage, let's go. Perfectre vertük, és ezért kapunk is egy bonus ládát. Két perc és jössz? Jó, noksa. Csak nyugodtan. 150 ezer, ez valami nagyon durva streakbe látott. Jesus. Na és ez a rang után a Suzaku, amit el akarok érni, de hát, hogyha így haladunk, akkor elég könnyen meg lesz, szerencsére. Come over here. Let me talk to your real class. Round 1. Fight. K.O. Nem is értem, hogy Xavier mit keres ellenem, nagyon gyenge ez a rang még.
Kellett megszólalnom a gyenge mi? Kiütött streakből! What? Csak jelzem, hogy ez a gyerek, ez most szerintem kapott tőlem 5 ládát, meg vagy 3000 MMR-t. What? Hát a win bónuszunknak most érinthetünk egy nagyot. De az viszont csak 90 pontot veszítettünk, az annyira nem is rossz. Hát nem gondoltam volna, hogy ő fogja megszakítani a bénszerékünket. Ú, de viszont visszajöttünk promóba. Fogsa, András, lemaradtál. Jó, most felmentünk Seirju rangba, de viszont kiütöttek minket promóból. Ráadásul egy olyan ember, aki 3 vagy 2 ranggal volt alattam. Úgyhogy kiestünk Winstreakből, és szerintem kapott vagy 5 ládát, meg vagy 3000 pontot értem. De viszont csak 90 MMR-t buktunk, úgyhogy ez nem rossz. Hál' Istennek magas az MMR. Na, hogy visszakapjuk őt. Round one. Fight. K.O. Azt hiszem, hogy mi csaj karakterek, ezek nagyon erősek ebben a játékban. Igen, ismerem. Pont a napokban raktam be a kívánságlistára, meg kéne szerezni ezt a game-et. Lehet, hogy kirage-elnék streambe, de tetszik nagyon a game. Ez nekem gépre kell, nem talóra. Legalább tudnám streamelni is. Azt kapott egyet. Ó,
És össze kell majd rakni egy Halloween-es karaktert. Viszont az erős az a csávó, nem tudom, hogy vártam így el, 100 vinnye van csak, kevesebb, mint nekem, bakker. Jézusom, és elvártik. Hát nem kaptunk valami jó itemet, pedig ez izé volt, prismatic chest. Na, szét fogunk őt baszni, 3 ranggal erősebb nálam, sokkal erősebb. Gyerünk, gyerünk, meg lesz. Nem már geci és elver, bazd meg egy HP-val. Istenem. Kurva élet. 4.99 tudtam ma a game, nem? Vagy 3.99, látok mi egy... Az is most ilyen sok jelenleg. Keressünk egy másikat. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Hát ez sokat nem tudod mit csinálni ellenünk, és valószínűleg ez miatt kapjuk is a promót. Na most nézted meg, vagy azt már olvastam? Nem rossz, nem rossz. De komoly ez a kari. Fight.
1006, az nem is rossz. Mondjuk, hogy most meglátnál a temet számot, az Kong az ürességtől, úgyhogy... Úgyhogy az majd egyszer lesz. Viszont most elméletileg Suzaku promó vagyunk. Úgy bizony. És meg is lett a Suzaku rangunk. Na, ezután fingom sincs, hogy milyen rangjam. Ó, nem is figyeltem, helyzet battle van. Nice. Ez mindjárt jövök, srácok, elugrok pisilni. 2 perc is vagyok.
Tök, sorry. Tényleg amúgy most jutott eszembe, hogy vagy csütörtökön, vagy hétvégén lesz amúgy majd Minecraft is. Úgyhogy arra lehet majd jönni. Balszeg. Na nézzük a kövit. Yes. Úgy érzem, akkor egy jelentkező lesz. Az igazságot megvallom, már nyomnám egy kicsit. Első kör Hoarang bácsi ellen. Let's go, meg is van. Úristen, Mighty Ruler, az mondjuk komoly rang lehet már. Ugyanabban a rangban van, mint én, de rohadt erős. Au. Egy-egy, let's go. Jó, meg is van, nice. Az komoly. Final
Jaja, erős, de elvertük, jobbak vagyunk. És elméletileg promózzunk megint. Oh shit. Hát az már halt. Nel, turbo és promo, bazzek. Ne, ne üssön ki promóból, please. Úristen, de komolyan nézett ki. És meg vagyunk, let's go. Köszi a géget. Most néztem, ez a platinum szint, amiben vagyok. Egy HP-val megpicsáztuk. És meg is van, nice. Na még menjünk egy-kettőt, aztán lehet, hogy lelevem, kezdek fáradni, azért durva, hogy ennyire kell figyelni a kombókra. Ú, de komoly.
Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Nice, ez is meglett. Round 1. Fight. Au. Azt mondod, most nagyon nyomom. És 1900-at kaptunk ettől is. Oh-oh. Ez nagyon szét kur. Hát 1700 pontot buktunk, Jézusom! Az egy picit sok. Na jó, de elmondom vagyok, hogy ez legyen a vége. Még kíváncsi vagyok valamire.
Hát 5 milliót összeszedtünk. Ez annyira nem is rossz. Na jó, akkor viszont innen fogjuk majd folytatni. Biztos, hogy fogjuk folytatni, mert királyság. Aztán, hát ma már nem jövök semmivel, de... De szerintem holnap után lesz legközelebb stream. De nem ígérem előre meg. Úgyhogy thank you, akik itt voltak. Puszi nektek. Aztán majd legközelebb Tali. Na jók legyetek, csövi! Neked is, halé.